Szeretettel köszöntöm kedves tévénézőket. Mai napi gondolatunk János Evangéliumhoz kötődik, a 8. fejezetből a 21-től a 30. versig. Ez így hangzik. A sátoros ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz. Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre tanakodni kezdtek. Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Jézus így folytatta. Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok. Ezért kell meghalnotok bűneitekben. Erre megkérdezték tőle, de hát ki vagy te? Jézus azt válaszolta, kezdettől fogva az vagyok, amit mondok nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó, én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőlem hallott. De azok nem értették meg, hogy az atyáról beszél. Végül Jézus azt mondta nekik, ha majd felemelitek a kereszten az emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja. E szavak után sokan hittek Jézusban. Ebben a szentírási szakaszban világossá válik, hogy a hallgatókban mennyi értetlenség van, és ennek az alapja tulajdonképpen a hitetlenségük. János evangélista számára a bűn a hitetlenséget jelenti. A szavakban ott van az igazság, de nem tudják megérteni. Két kérdés hangzik el. Az egyik, Jézus hová megy? A tömeg öngyilkosságra gondol, tehát világos, hogy nem értik. Jézus nem lesz öngyilkos, ami megfosztaná az embert az eljövendő részesedéstől, hanem szabadon fogja odaadni életét, mégpedig a kereszten. Jézus elmenetele egyenlő a felemeltetésével, ezen keresztül fog eljutni majd az atyához. A világ az emberek világát jelenti, tele gyengeséggel és bűnnel. Jézus és övéi nem ebből a világból valók, mert már bennük jelen van az Istentől származó örök életnek a reménye. A második kérdés, kicsoda Jézus? Földi származásra vonatkozó elképzelések teljesen háttérbe szorulnak. Itt bepillantást nyerhetünk az emberi levést megelőző időbe. Jézusnak köze van az Istenhez, aki a szívünkbe hozzánk is szól. Jézus fölvilágot is, fölvilágosítást nyújt önmagáról. A világban mondott beszéde, tanítása egyesek számára üdvösség, mások számára pedig ítélet. Attól függ, hogy hiszünk benne, és a tanítását követjük, vagy pedig elutasítjuk azt. Jézus ügyel arra, hogy a kinyilatkoztatást az atyával való lényegi egységben adja. Tehát nem önmagát hirdeti, hanem az atyával egységben hirdeti az igazságot. Hogy mi is az odaföntiekhez tartozzunk, ahol Krisztus uralkodik, nekünk is azt kell tennünk, ami neki kedves. Vagyis az ő szeretetét befogadni, és ezt a szeretetet nagyon komolyan, hűségesen tovább is adni. Köszönöm a figyelmet!